Február óta tartanak az online térben a Magyar Nemzeti Tanács felkészítő képzései, a hétvégén pedig jelenléti oktatásban vehet részt mintegy 50 végzős középiskolás az Újvidéki József Attila Általános Iskolában. A felkészítőre azért jelentkeztem, mert akartam erősíteni a tudásomat a bioszból, illetve a kémiából, mivel az orvosi egyetemre készülök Újvidékre, és ezt várom el ettől a tábortól is, hogy ez most így gyakorlatilag is jobb legyen, illetve érdekelt ugye, hogy a koli hogy néz ki, és ezt szerettem volna. Azt várom, hogy most le tudom ellenőrizni a tudásomat, mivel ugye már szeptember óta felkészülök, és akkor itt ebben lehetőséget kapok, hogy csináljam a példákat, és esetleg még valami újat halljak, amit még nem hallottam eddig. A Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartja, hogy minél több vajdasági magyar fiatal tanuljon tovább felsőoktatási intézményben, mondta a felkészítő tábor megnyitóján Fremond Árpád, az MNT elnöke. Fontos, hogy ezek a fiatalok mindemellett, hogy itt tovább tanulnak, és készülnek a felvételire, megismerik Újvidék városát, megismerik az egyetemi várost, megismerik az Európa Kollégiumot, lássák azt, hogy milyen körülmények között tudnának tovább tanulni, hiszen ezek a fiatalok, akik itt Újvidéken felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, pályázhatnak arra, hogy az Európa Kollégium lakói legyenek. A Valmadisz ifjúsági szervezet fiataljai segítségükre lesznek a fiataloknak, ők is elmondják a saját tapasztalataikat, és igazából egy olyan légkör, egy olyan csapat alakul ki itt a képzés alkalmával ezekből a fiatalokból, akik az elkövetkezendő időszakban a vajdasági magyar értelmiségnek a részei lesznek. Az év elején indult programra 130 gyerek jelentkezett. A Magyar Nemzeti Tanács egyetemi felvételi felkészítő programja a Komplex Ösztöndíj program része, amely 2011 óta folyamatosan működik. Célja pedig az érettségi előtt álló egyetemi felvételire készülő diákok felkészítése a felvételi vizsgára.